rendben van, köszönöm szépen, ügyvéd úr, jaj, nagyon, jaj, lekötelez, lekötelez, ha maga nem lett volna, teljesen el lettem volna veszve. Ó, nagyon, igen, köszönöm, te, valóban, hol? Garázs előtt? Jaj, köszönöm szépen, végre, akkor legalább nem is kell gyalogolnom, végre elterpeszkedhetek a járművel, jó, jó, köszönöm, igen, igen, elnézést, nem zavarom tovább, köszönöm szépen. Istenem, végre itt vagyok, és már csak egy karnyújtásnyira a vagyontól. Egyébként mióta Magyarországról eljöttem, azt vettem észre, hogy folyamatosan magamba beszélek, nem tudom, talán az örömtől, vagy a magánytól. Ugye itt nem ismerek Lengyelországba senkit. Jaj, mindent el kellett adnom, a lakástól elkezdve mindent. 437 eurón van, de végre azért sikerült megcsinálni. Nagyon-nagyon közel vagyok már a gazdagsághoz. Ugye nagyapám birtokát megörököltem, az ügyvédi költségek se voltak gyengék. Azt mondta az ügyvéd úr, hogy meg tudom nézni térképe interneten. Ja igen, itt van a GPS, igen, hol vagyok most? Itt vagyok az ügyvéd úrnál, igen, és itt van nagyapám birtoka. Hát nem tűnik olyan nagynak. Bár kicsi birtokra is lehet nagy kastélyt és nagy épületeket építeni, ugye? Jó messze van, nem baj, örülök, most már közel vagyok. Igaz, hogy már majdnem felkopik az állam, de a gazdagság most már közel van. Azt mondta az ügyvéd úr, hogy kikészítette a járművet a garázs elé, amivel nagypapám meg igazából ő vele karambolozott és úgy hunyt el. De nézzük meg. Itt valami félreértés van. De még nincs más jármű, ugye? Hát várj, álljál meg. Hát ez egy kempingbicikli, testvérem. Hát nem hiszem, hogy nagypapám. Vagy pedig így hobbi biciklizhetett. Lehet, hogy volt kedve letekerni. És nem a gamer civel jött le ugye a hegyről. Hát jó. Jó, hát nincs itt más jármű. Lenne az, hogy kell. De nagyon régen bicikliztem. Azt a betyárul is. Na, várj. Ja. Jaj, hát ez nem csoda, hogy... Nem csoda, hogy a nagypapa karambolodott. Hát itt valami nem stimmel. Pillantás. Ekkora fű van. Az ügyvéd úr, birtokám, ekkora fű van. Jaj! Aja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 j
Papi egyet karambolozott, meg csoda, hogy meghalt. Igen, ezzel karambolozott, ugye, aztán azért is halt meg. De igazából a szerencsétlenségben a szerencse, hogy megörököltem ugye a nagy vagyont. Hogy kell ezt, de nem akarok én most más csinálni, csak elindulni végre. Ja, mindjárt. Felejtsük, hát szerintem gyerekkoromban bicikliztem utoljára. Jó, menjünk, nézzük meg, merre kell mennünk. Ide kiraktam ide a telefonomat. Aztán itt tudom nézni, ja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 j
Biztos ismernek engem, megismernek majd, de majd megismertek majd, amikor a gamercével jövök. Csak fel kell jutnom a hegyre. Fel kell jutnom a hegyre és megnézni a vagyont. Azért amikor, azért így kettek mi, amikor a... bejön az élet. Amikor megöröklöd a nagy vagyont, tudjátok, mindenki erre lábadik, hogy jaj, az amerikai nagybácsi, vagy akár kicsodától, jön az távirat, hogy megörökölted a nagy vagyonát. Igen, éppen megtörtént. Jó, hát most a kemping bicikli az egy kicsit olyan snakstak tűnik, de nem. Nem kell aggódni. Hú, egyébként jól lenulláztam magam, 437 euró, ennyi maradt. Repülőjegy, ügyvédi költségek, mindenféle adó. Na, erre kell mennünk. De még szerencse, ugye hát valószínűleg végig ugye aszfaltos út fog lenni ugye a papinak a mi az? Birtok. A rendshez, vegyük a rendshez. Biztos vannak szolgálók, vagy nem tudom. Nem a papi dolgozott, biztos vannak munkások. Kiadom majd a munkát nekik, megnézzük, megszámoljuk a széfbe a pénzt. Elvileg minden lesz. Hey, szomszédok, itt vannak a szomszédok. Jaj, de nagyon örülök, hát komolyan mondom. Mindig erre hatalmas gazdagságra vágytam.
Imádom, imádom. Egyébként nem valami jó az út. Nem tudom miért, de még erre kell jönni. Még erre kell jönni. Na. Aha. Már mindjárt jobb. Jó van. Nem tudom miért ezzel jött le. Miért? Biztos gamer cél van. Egyébként nem tudom a vagyon, pontos vagyont. Mert ugye Lengyelországban vagy. Jöttem most az ügyvéd elém tolta ilyen mindenféle alkombákom szöveget, hát én nem nagyon értek hozzá. Hát, rohadt pacsolja. De biztos nagyon nagy gazdagságba lesz részem. Mi a szar ez? Jaj, micsoda, izé, lerombolt épület. Micsoda, úristen, nagyon durván néz ki ez a valami. Papi is azért jobb környékre is építkezhetne. Hát ilyen izék, tudjátok, vannak ezek az ilyen nagyon gazdagok, azok így próbálnak elszeparálódni a világtól. Most ez komoly? Ez a sár. Azta! Ez a sár! Menj ma! Te kurva életbe! Menj! Ej, a mekkora fű van itt a tökömet, veri a izé, a gyöp. Hát nem hiszem el, hogy ekkora fűnek kell lenni. Ó, te... Istenem! Milyen környék ez, te Máriám? Jézus, Úristen! Hát ez nem túl bizalomgerjesztő. Azt a betyár, gyerekek! Hú. Azt a betyár, mekkora fű van itt? Hát itt a városgazdálkodás az... Semmi? És ma fú? Jézus, Úristen! Állj, megint a tó, csak a víz lett a cipőmnek az orra. A téledve. Hú, hát ez nagyon... Nagyon vadregényeske. Az meg micsoda? Ott egy tó. Á, tó! A rat életbe! Rat életbe! Istenem! Mi a franc ez? Azt a prat életbe! Aj, gyerekek! A rat életbe! Tiszta víz vagyok! Édes Isten! Aj, remélem van szárítógépe a papirak. Öregapámnak. Na. Úgy. Jézus Mária, hát elmondta figyelmem, mi ez? Nem tudom, ez mocsár. Ráadásul olyan büdös, mint a dög. Na. Bűnös mind a dög. Jó. Na, rohadt élet nem vágta meg. Erre legközelebb figyelnem kell, de mondjuk a legközelebb nem lesz, mert a gamer szívem megyek. Mi a szar ez a sár? Mi ez? A franc essen bele, mekkora sár van itt, Jézus Mária. Hát mi ez a hely? Ó, többet kell vinnem ezt. Nyomorult. Biciklit, mint amennyi. Erre aztán tényleg még a madár se jár, csak ez a rohadt bagolya, melyik itten kukukkol. Ne kukukkoljál, mert leverlek haza, fölvérek aztán. Jó, már nincs annyira messze. Ugye szarért kell ide költöznie bárkinek is. Olyan mondom. Hát olyan messze, még jó, hogy nem babettával kell járnom, mert... Hát... Rohadt messze van a bolt. Te édes Istenem. Még szerencse, hogy... Hát komolyan mondom, hogy nem egy vagyont örököltem volna, én ide biztos el nem jöttem volna. Mi ez a lesz? Tempén bicikli, te édes Istenem. Meg mekkora fű, egyre nagyobb a fű, már tökömed veri, komolyabbá az államad veri. Ah, már... Jó meg, Google Maps, na. Jó. Azt mondja itt jobbra, és igazából akkor meg is érkeztünk. Jobbra, ez útként jelezve. Hát te édes Isten, mit dolgoznak az emberek nálam? Hol van a izé? Hol van a porta? Ez micsoda? Ez micsoda, hol van? Várjál? Arra nincs. Arra se lehet, arra se. Hmm.
Elromlott a izé. Elromlott a GPS, vagy mi a szar van? Kaptam egy kapukulcsot, várjál, hát. Egy kapukulcsot kaptam, ez hát biztos nem nyitja, ez nem az, várjál. Hol lehet? Fel akar bringára? Paramira nem látok semmit. Na nézz. Jó, megnézem ezt a kapukulcsot, de hát ez nem lehet az. Mi a szar? Mi a franc van? Ez most valami vicc akar lenni? Halló? Van itt valaki? Mi? Úristen, mekkora gazda. Jaj, de megjettem. A franc essen bele ezekbe a madarakba. Gyerekek, még a városnak az aját se lehet hallani, hát ez őrület. Jézus, úristen! Na bazze, kellett nekem emlegetni a Bobettát. Halló? Hello! Jézus Mária, mi ez? Múzeum vagy mi a szar? Hello, hello! Nézzük a másik kulcsot, hol van? Ez nem igaz, ez is jó bele. Most ez valami vicc akar lenni? És valaki szórakozik velem? Én ezt örököltem? Ne, hát ez nem ér semmit, mi ez? Mi a szar? És mi ez a terep? Azt a rohadt életben, csekre ülök itt be a dzsumbóiba, hát nem hiszem el. Mi van itt még? Meddig? Ez meddig biztos lehet, hogy sokáig tart ez a terület. Istenem, mi ez a vadregényes? Mik ezek a nagy bokrok? Mi ez a rendezetlen körülmény? Jó. Mi a szar? Szalma bálák, meg szalma. És ennyi? Idáig? Ennyi. Ott van valami üvegház. De hát az már nem ide tartozik. Szalma bálák. Már felmászok rá, talán látok többet. Itt egy kasza. És itt meg le van kerítve. Ez lenne. Most ez komolyan ez lenne? Ez valami kukorica? Ó, de vágja a kezemet, mi a szar ez? Ó, mindenhol ez a szúrós, minden mocsok. De és Istenem. Ennyi lenne, ez lenne, amit én örököltem, és ezért adtam el mindent? Ezért számoltam fel mindenemet? Az összes dolgot, még a hifi tornyat is? Meg a számítógépemet? Azért, hogy el tudjak jönni ide, az Isten háta mögé, ebbe az országba, onnan még annyi pénzem sincs, hogy hazamehessek? És mindenhol ez hatalmas bozót. Mi ez a szag? Mi a szar ez? Fúj! Fúj! Beleléptem, mi ez? Úristen, ez szar! Ez trágya! Én ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem lopják el a biciklit? Ki a franc lopná? Nincs büdös rohadt senki se. Az is táta mögött vagyok. Mik ezek a nagy dövények? Meg hát mi ez a sár mindenhol? Elegem van. Haza akarok menni. Valahogy haza kellene jutnunk. Hogy jussunk haza. Mennyit ér ez a terület, ha eladnám? Menjünk erre az a területre, haladnám, üljünk le, nyugodjunk meg, internet, az internet a csodákra képes. Mi volt ez? Internet csodákra képes, mi volt ez valami? Valami internetes hiba. Na, elvileg, meg tudom nézni ezen az oldalon,
hogy mennyiért vednék meg a területet? Valami ilyen ajánlatkérés, ugye? 30 ezer, 30 ezer. 30 ezer euró. 30 ezer euróval kitöröltem a seggemet. Mit tudok csinálni? Ez működik ez a... valami csoda? Mi ez? Működik? Hogy kell indítani? Ajaj. Jó, elindult. Elindult. Jó. Hogy kell sebességbe rakni? Na, tolassuk. Ah, faszadja meg, nem. Tolassuk. Az. Óvatosan. Gödör van. Ajajajajajajajaj. Óvatosan. Óvatosan. Aja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 j
Úgy. Úgy. Jó, ez működik, ez működik. Működik. Le kellene aratnom, vagy le kéne szednem ezt a kukoricát, amit el tudnék adni talán? Vagy mit tudnék csinálni? Ezt a kukoricát el kellene adnom. Ezt a kukoricát eladhatnám? Hát mi van itt az ülés alatt? Ó, mi ez? Jézus várj, ez valami botorfűrész? Várjátok, rakjunk vissza szépen. Édes Istenem, jó, hát én nem a neki farfűrészen, én nem értek hozzá. Meg kéne néznem az interneten, hogy mit vesznek. Üljünk ide csak le, üljünk csak ide le. Hogy? Mit vesznek? Elvileg lehet eladni dolgokat. Ó, milyen ikonok ezek, hát mik ezek? Euróér eladni. Kumpli. Kumpli. Jó, napraforgók. Kukoricám van, ugye? Kukoricám van. Itt a kukorica. 6-17-ért veszik a kukoricát, ugye? Nem mondjuk, hogy szedem le a kukoricát. Aha. Van szalmám, azt megvennék az istálónál, ugye? Van szalmám, van len szalmám. Van len szalmám, Menjünk oda le? Hogy indul ez a szar? Hú, mekkora fű van, le kellene kaszálnom a füvet. Van kaszám! Van kaszám! Pénzt kellene csinálnom, haza szeretnék jutni. Úristen, mekkora... Le kellene itt kaszálnom. Halljuk meg, úgy leállítom. És ezt hogy tudom felrakni? Ezt nem tudom lenyitni valahogy? Valahogy nem tudom lenyitni? Nem tudom. Várjunk csak, nem vagyok én olyan hülye gyerek. Valamit kitalálok ám. Mi ez? Aha. Hát láttam már ilyet a tévébe. Láttam már ilyet? Na nézzük meg, hogy ez... Hogy van ez? Ez a nagy bozót, rohadt életbe, mindig a pofába bele. Azaz. Nagy.
az. Menni fog ez talán. Hogy? Ez a hülye bagoly, hogy legyen egy puskább, lelövöm. Komolyan mondom. Ez az. Pénzt kell csinálnom. Ez, ebből meggazdagszok szerintem. Ebből biztos meggazdagszok. Hogy? Még abban van. Jaj. Hát meglátszik, városi gyerek vagyok, nem igen értek ezekhez a dolgokhoz. Ide fölé megyek, innen dobom rá. Ez az. Mennyi fér rá? Mennyi fér rá? Ez fárasztó munka, gyerek. Ez fárasztó munka. Jó van. Nem tudom, mennyi férhet rá. De jó sokat rá kéne raktam. Úgy. Na. Nem fér több rá? Jó. Hogy innen a széléből is szedem már. Jó van. Jó lenne valami segítségem. Megdobni ezt a kocsit. Ez az. Úgy. Jó, most már kezdek ráérezni. Tehát... Nem tudom, ez a magamba beszélés, ez mennyire... Mennyire jó, de egyébként kezdek ráérezni végre erre a... lapátolásra. Egyébként valami olyannak könnyebb lenne rakni, ami olyan, mint egy villa, egy evővilla. A szalmát. Hogy mi? Megrakom, amennyire tudom. Csak közben kezd leszállni az este. Ami egy kicsit fura lesz. Mivel nem tudom, hogy van-e világítás a kaibába. Hát öregapám, jó kibasztál velem, na. Okay. Ez az. Jó, megrakom. Jó, megrakom, aztán ebből lesz egy kis pénzem. Mindig. Jó. Ebből lesz egy kis pénzem. Jaj! Jaj az alsó! Jaj az alsó, elveszett. Jaj! Jaj az alsóm, hova tűnt? Jaj, majdnem elvesztettem az alsóvat. Óvatosan kell vele bárnom. Jó van, még fél rá, úgy látom. Jó van. Közben meg leszáll az este. Az még fél rá, úgy látom. Nem tudom mennyi. Rakom, ameddig az égig felrakom. Kell a pénz, kell a della. Innen meg kell szabadulnom, valamit ki kell találnom. Nekem nem való. Nekem nem való ez a... Ez a munka. Ez a munka nem nekem való. Odébb kell járnom ezzel a traktorra. Jó. Kéne üljön belőle.
Leállítom. Nem pazaroljuk az üzemanyagot, mert nincs erre a pénz. Nem lenne jó. Nem lenne illdomos, ha kifogyna. Úgyni. Nem tudom, a szart el lehet adni. A ganyét nem lehet eladni? Abból is tudnék pénzt csinálni, hogy a ganyét eladom. A ganyét is el kéne adni, a ganyét. Megpróbálunk egy kicsit túlélni és kicsit pénzt csinálni magunknak egy ilyen környezetben, amelyik egy városi embernek nem a legideálisabb. Főleg nekem nem. Ez az. Alakul. Úgyne. Még fér? Még emelkedik, még fér? Még nem burul ki. Úgyne. Eladok mindent, amit tudok. Aztán valamit kitalálunk. Hogy ne. Gyerünk. Az. Drága öregapám, nem erre számítottam, hogy ez összejusson. Drága öregapám, mit nem mondjak? Hát, lehet, hogy megtellett. Úgyhogy akkor ezt... Lehet, hogy megtellett. Úgyhogy akkor ezt itt hagyjuk. És megpróbál akkor elmenni. Van-e már erre? Hát nem nagyon vezettem még traktort, úgyhogy nem igen értek hozzá. Úgy. Jaj, a kukoricás le, hogy ne tipordjam le, mert az még abból meggazdagszok. Jó. Megy a telefonom, a GPS. Tudom merre kell menni, de meg kellene néznem, hogy hova tudom ezt eladni? Hova? Ez a szalma, szalmát istálóhoz. GPS-en hol van az istáló? Bolt, istáló, itt van az istáló. Hát majdnem arra, mint az ügyvéd úrnak a háza. Jó. Jó. Jaj, Istenem! Életemben nem dolgoztam így, de megpróbálunk valamit. Ja. Jobbról jó. Annyira megszoktam ezt a városi közlekedést. Hát lehet, hogy betolom a biciklit. Betolom a biciklit, hogy meg a kaput beteszem, nehogy ellopják, hát meg nem hagyom itt az utat. Jaj, bicikli. Jaj. Bedobom a kapun be. Na. Hogy. Ide támasztom. Hogy. Ilyen. Kaput becsuk. Aztán akkor mehetünk. Jó. Kicsit élvezem ezt a dolgot. Sose vezettem ilyen jó gépet. Ez az. Csak óvatosabb, mert itt azért veszélyes környék van. Nehogy kiburuljon a szalma. Ez a drága szalma. Van ezen lámpa? Van lány lámpa, jó. Szép ez a környék. Föl ne boruljak. Ez az. A ganajt azt nem tudom eladni. Baj. Mert van ganajom is. Azt is el tudnám. Meg le kellene valahogy a kukoricával kellene valamit csinálnom. Mert abból öregapám kukoricáját eladnám. Abból nagy üzlet lenne. Jaj, nagy a sár. Jó van.
Ez az. Többet nem esek bele ebbe a patakba se. Ez az. Itt is valakinek a földje van, ugye? Földje van. Hát tudnék menni dolgozni. De igazából inkább a sajátomat csinálnám, mint a másik. Gyerünk, gyerünk lendületbe, menjél föl! Gyerünk! Ez az! Nem is olyan gyenge ez a gép? Ez az! Az az, a végén azért már kezdett gyökni. Jó ez! Körülkéne nézni majd a területen másfelé is. Szép ez a táj egyébként. Hogy mi? Itt is lakik valaki. Meg kell volna nézni. Meg kéne nézni, kik laknak itt. Félreállok. Mi van itt? Ez valami... Valami ide, fűrészüzem van itt. Fűrészel valaki. Nincs itt senki. Bekalod azt a fát. Hát jó dolgos. Jó dolgos ember ez. Itt meg ilyen elhagyatott házak. Nagyon szerette volna ilyet mindig megnézni Pesten. Azt a... Be van szakadva már a tető. Ez azért veszélyes. Nem megyek be. Nem megyek be. Hát, azért öregapámnak a viskója is így járt volna, hogyha nem jövök ide. Úgyhogy lehet, hogy ennek így kellett történnie. Ennek is nem sok kell, oda nézzetek. Be van nájlonozva az ablak. Hát itt már nincsen senki se. Jó van. Menjünk. Menjünk, menjünk! Csináljunk pénzt. Ja, itt már jó udvar, itt köves. Itt már teszem neki. Jó. Gyerünk, visszük a szalvát. Nem tudom, mennyi pénzt kapok érte. Lehet, hogy nem sokat. Gyerünk, menjünk, menjünk. Hát a munka az ilyen. Merre, te balra, te jó vagy. Hát... Nem csoda, nem integettek a szomszédok. Lehet, hogy tudták, ki vagyok. Akkor az öregapám az mégse földbirtokos. Földbirtokos, meg földbirtokos. Csak nem egy. Nem egy olyan nagyon gazdag. Hát jó van. Pesten sem volt jobb életem, lehet, hogy meg leszek én. Kezdek beletörődni a sorsomba. Mint Ábel a rengetegbe a Hargitán. Hogy? Na, merre kell mennem? Jobbra. Ennek itt jó nagy folyók. Jobbra, várja, állj meg. Jó. Nem igen ismerem ezt a járművet. Úgy. Betettem neki a kézigázt, nem kell neki nyomni. Meg kéne néznem a... Álljunk félre, meg kell nézni a telefonomat. Nézem a telefonomat. Merre kell mennem? Istalló. Egy, kettő. Harmadik kereszteződés balra. Jó, azt nézem egyébként, itt jó sok elhagyatott hely van. Ezeket mind meg lehetne venni, aztán lehetne. Ott lehetne itt fölendíteni a dolgot. Hát enni mindig esznek az emberek. Búzza kell. Na. Ez meg mi? Ó, itt van a boat. Itt lehetne venni, itt lehetne venni valamit. Fűnyíród vagy valamit. Van. Ne dudáljál. Én is tudok dudálni. Na. Itt kell el barna mennem? Itt kell le... Itt... itt kell balra mennem. Meg. Na. Mennyi. De beférünk, jó van. Istálokhoz elhoztam a szómát. Na. Hol kötem nem?
Hova kell hoznom? Ide? Ne kellett hoznom? Nem tudom, ide körülötte. Ha? Nem ide? Nem, mit kiabáltak? Jó, ne vitte fogadóhely, akkor ne vitte. Nem tudhatom én. Honnan tudja a bágybét? Nem anyátok át. Hova követni? Ide kell le. Jó, gyabbak vagyok. Ez is szalva, csak ilyen hanger alakú. Hanger alakú szalva. Na, mi van? Ha még se így veszik? Ha hon veszik akkor? Jaj, lekötöm a szalvát. Ha még se így veszik? Akkor hon veszik? Álljunk ma meg egy pillanatra. Hát nem így veszik a szalvát. Estaló. Fonóüzem. Hát én meg voltam róla győződve, hogy itt veszik. Mori. Nem veszed meg a szalmámat. Ha miért nem? Várjatok, letargyalom én ezekkel. Miért nem veszed meg a szalmát? Így micsoda tehenek, úristen. Ilyet még csak a Milka reklámban láttam. Nem tudom. Nincs itt senki. Ha nekem kell raknom még a szalmát. Ezek nem lesz nekem jó. Ha mit gondolnak ezek? Nekem kell raknom. Ha megőrülök, ha nem hoztam el a lapátomat. More. Vagy itt csak a bálát veszitek? Akkor mondtátok volna. Ha volt bálám is, együttünk potyára. Na. Hát akkor együttünk potyára. Nem veszik meg. Ki van írva, hogy megveszi a szalmát az interneten, azt közben meg nem veszi meg a szalmát. Hát ez aztán. Hát micsoda dolog ez. Hát akkor jó van. Akkor vihetem haza. Belekögyülni ebbe a parasztlétbe, úgy látom. Micsoda egyébként. Hát micsoda parasztok ezek. Elhoztam a szómát, aztán nem beszi meg. Más nem beszi meg a szómát. Hát meg kéne nézni. Szómát. 73. Istáló. Senki más sajnos nem beszi a szalmát, csak ezek. Hát akkor itt nem jó. Nem értem. Vagy reggel gyűjjek vissza. Na hát akkor várok reggelig.